Megyei identitás több mint 800 millió forintos uniós és állami forrást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat. 24 új munkahely, raklapelemgyártó üzem létesült Nyírkátán, amelyben főleg a hátrányos helyzetű helyieknek adnak munkát. Tudatosságra nevelnek, ötödikként vehette át a megyében a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Kállai Rudolf szakközépiskolája a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. ...827 millió forintos pályázati forrást nyert a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat a megyei identitás fejlesztésére. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A projekt célja, hogy aktivizálja a helyi közösségeket és vonzóbbá tegye a megyét az itt élők és a megye határon túliak számára egyaránt. A fejlesztést több más lehetőséggel is, de kifejezetten a nemrégiben indult Magyar Falu programmal is összehangolják. A Széchenyi 2020 program keretein belül a terület és település fejlesztési operatív program forrásaiból 827 millió forintból próbálják vonzóbbá tenni a megyét a következő 2-3 évben. A projekt mind a 229 Szabolcs megyei településre pozitív hatással lesz, viszont 20 településen összpontosulnak a konkrét tevékenységek. Ezek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy a megyei városok és a kisebb települések is részt vegyenek a munkában. Így Ajaktól Beregdarulcig válogattak. A legkisebbbe került település a 367 fős Szabolcs, a legnagyobb pedig a több mint 17 ezer lakosú Kisvárda. Persze ennek a programnak egy ugyanilyen nagyságú része, amely ugyancsak top forrásokból kerül megvalósításra, adott nem a megyei önkormányzata kedvezményezettje a projektnek, hanem más települési önkormányzatok. 20 települési önkormányzattal működünk együtt szorosabban ebben a programban, de a hatókörű a programnak ennél szélesebb körű. 3 megye részre koncentráltunk, mint hogy a megye nevéből is adódik, Szabolcsi, Szatmári és Beregi koncentrációban valósítjuk meg a programot, és olyan identitás megerősítő rendezvényeket, tevékenységeket tervezünk, amelyek erősítik a megye vonzerejét, az itt lakókban elsősorban, és akik kívülről érdeklődnek a megye iránt, akár turisztikai, befektetési, más célból, azoknak is igyekszünk bemutatni a megyének az értékeit. Az önkormányzat célja, hogy a megye lakosság megtartó és lakosság vonzó erejét is növeljék. Ennek érdekében több projekttel is szorosan együttműködnek, például uniós, emberi erőforrás fejlesztési operatív és a Magyar Falu programmal is, tette hozzá Sesták Oszkár. Az önkormányzat különböző rendezvényeket szervez majd, a települési napokat színvonalasabbra tervezik, de akár értéktár és örökségklubok működése is elkezdődhet, valamint támogatják az amatőr és profi népművészeket is. A projekt befejezési határideje 2020. szeptember 30-a. Raklap elemgyártó üzem kezdi meg működését hétfőn Nyírkátán. A pénteken átadott létesítmény eleinte 2 tucat embernek ad munkát, később azonban bővítenék ezt a létszámot. A működtető civil egyesület eddig több mint 50 millió forint támogatást nyert el a munkahelyteremtő beruházásra. Még a 60-as években épült ez a nyírkátai épület, akkor géptelepként funkcionált, majd a 90-es években már ládákat gyártottak benne. Az elmúlt 6 évben üresen állt, most viszont újra élet költözik bene. Hétfőn ugyanis egy raklapelemgyár kezdi meg itt a működését. A pénteken átadott üzem társadalmi vállalkozásként való beindítására a Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesülete pályázott, és nyerte el először mintegy 15, majd később 38 millió forintot. Céljuk a hátrányos helyzetű helyiek foglalkoztatása betanított munka keretében. A roma ember egész életében fizikai munkát végzett, ezért gondoltunk abba, hogy újból egy ilyen fizikai munkahelyet, ahol tényleg az erőlét a lényeg, megtanulható, nem muszáj a szakképesítés, mert a mostani mai gépekkel már gyakorlatilag csak 2 gombot nyomogat és működik. Ezért gondoltuk azt, hogy egy ilyen üzemet hozunk létre. Gyakorlatilag a terveink az, hogy továbbiakban is ezt a gyárat fejlesszük, minél több embert tudjunk foglalkoztatni, nem csak romákat, hanem hátrányos helyzetű embereket, akinek tényleg az alacsony iskolai végzettségű. 24 emberrel indul be a munka, őket egy 8+4 hónapos foglalkoztatásra biztosított támogatás segítségével veszik fel.
Ha a nyár folyamán ezt a létszámot megdupláznák, évvégére pedig már a 100 főt szeretnék megközelíteni. A térség országgyűlési képviselője szerint ez a beruházás is fontos a munkahelyteremtés szempontjából. Én úgy gondolom, hogy ez a kezdeményezés, amely itt Nyírkátán megvalósul, az segíteni fog abban, hogy a munkanélküliség, amit 15% feletti, az lecsökkenjen a választókerületi átlagra, ami 8%-os. Tehát Nyírkátán dupla a munkanélküliség, mint a választókerület többi részén, és ez az egyesület, a Roma Fiatal Demokraták Országos Egyesülete, mint társadalmi szerv megpróbál ezen helyzeten változtatni. A politikus hozzátette, a térségben működő civil szervezetek nagy létszámban alkalmaznak közfoglalkoztatottakat, és a nyírkátai fejlesztés követendő példa lehet számukra. Az üzemben dolgozók egyébként nagyjából bruttó 160 000 forintos fizetésért kapnak itt munkát, a gyárnak pedig már vannak Budapestről és Miskolcról is megrendelései. Ötödikként vehette át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Mátészalkai Szakképzési Centrum Kállai Rudolf szakközépiskolája a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. A pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékelte, amelyek hozzájárultak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. A pályázattal a Nagykállói Intézmény fiatal fogyasztókért tett teljesítményét értékelték, és a cím nyertesei az átadástól számított 5 évig viselhetik a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola címet. Az iskola kiemelt figyelmet fordít a tanulók körében a felelős internet és közösségi média használatának kérdésére, a pénzügyi ismeretek megalapozására, figyelembe véve a fogyasztói szokások digitalizáció irányában való elmozdulását. Ennek érdekében a mindennapi munka részeként biztosítja a témakörhöz kapcsolódó előadásokat külső szakemberek bevonásával. A Mátészalkai Szakképzési Centrumnak ez már a második ilyen kitüntetése. Budai Nagyanta gimnázium néhány 10 méterre innen 2 évvel ezelőtt már ugyanezt megkapta. A centrum stratégiájában nagyon fontos szerepet játszik az, hogy az iskolákat minél inkább hozzuk közel az élethez. Az élet az a hivatali élet is, a munka világa, a gazdálkodás, a vállalkozás, és azt látom, hogy a kollégáink és a gyerekeink sikeresek, mert 3 év alatt 2 ilyen elismerést is kaptunk. Tehát az erkölcsi elismerés az magasan megvan, ezzel anyagi elismerés nem jár, de gondolom az iskola büszke erre az eredményre. A magyar kormány a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola pályázatot 2016-ban írta ki azzal a céllal, hogy elismerő díjjal tüntessék ki azokat az iskolákat, amelyek felismerték, hogy fontos a tudatos fogyasztásra való nevelés. Annak ellenére, hogy nincs a köznevelésben fogyasztóvédelem című tantárgy, a kormány fontosnak tartja, hogy a diákokat tudatos fogyasztásra neveljék. Erre azért van szükség, hogy a diákok ki tudják szűrni a nem tisztességes, hamis információkat, tisztában legyenek a jogaikkal és kötelezettségeikkel, mint fogyasztók és a jövő generáció vállalkozói. Igyekszünk az iskolákat támogatni a tekintetben, hogy kiemelten kezeljék a fogyasztóvédelmet. Egyébként ennek a pályázatnak egy következő lépése forrással járó pályázat is, amelyeket az iskolák helyi civil szervezetekkel tudnak majd megpályázni. Várhatóan a tavasz folyamán fogjuk kiírni ezt a pályázatot. Ezen felül pedig ugye civil szervezetek is kiemelten kezelik a fogyasztói tudatosságra nevelést, illetve a diákok nyugdíjas korosztály tájékoztatását is. Amit itt még fontos elmondani, hogy 57. iskolának adtuk át most ezt az elismerő címet, és Szabolcs-Szatmár-Bereg egy kiemelkedő megye e tekintetben, hiszen itt már az 5. iskola kapja meg a fogyasztói tudatosságra nevelést, és ami még fontosabb, és a célunk az, hogy egy megyében a pozitív szinergia is megvalósuljon az iskolák között, és itt láttuk, hogy már a Budai Nagy Antal középiskolával együttműködik a Kállai Rudolf, ő is egy korábbi fogyasztói tudatosságra nevelő iskola, tehát az fontos számunkra is, hogy itt az iskolák megosztják egymással a fogyasztóvédelmi ismereteket és közös programokat alakítsanak ki. Az elismerő cím átadása mellett az iskola tanulói részére szakmai fórumot is tartottak, melyen a Nyíregyházi Rendőrkapitányság és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kormányhivatal közlekedési és fogyasztóvédelmi főosztályának munkatársai tartottak előadásokat.
A nyíregyházi járási ügyészség vádat emelt az ellen a három elítélt ellen, akik a nyíregyházi büntetés végrehajtási intézetben bántalmazták és megalázó bánásmódban részesítették zárkatársaikat. A három férfi ugyanabban a zárkában töltötte jogerős büntetését, mikor melléjük új elítélteket helyeztek el, szinte folyamatos bántalmazással, fenyegetéssel megfélemlítették, pszichikai terrorban tartották őket. Mikor a sértettek már féltek tőlük, velük takarítatták a zárkát, valamint a ruháikat is velük mosatták. Rendszeres volt az is, hogy az ebédre kapott meleg ételt, vagy az intézmény boltjában vásároltakat vették el tőlük. A bántalmazottak végül megelégelték a kegyetlen bánásmódot, és jelentették a nevelőknek a velük történteket. Az ügyészség a három visszaeső férfit kényszerítéssel és folytatólagosan elkövetett könnyű testi sértéssel vádolja. Velük szemben börtönbüntetés kiszabására és közügyektől eltiltásra tett indítványt vádiratában, azzal, hogy a bíróság azt is állapítsa meg, hogy a kiszabott büntetésükből feltételes szabadságra sem bocsáthatók. Kilenc emelet, 193 lépcsőfok és 30 kg-os felszerelés, ezek a lépcsőfutó verseny paraméterei. Ebben az évben már a 17. alkalommal mérték össze tudásukat a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelem hivatásos és önkéntes tagjai. A 2019-es lépcsőfutó versenyen összesen 19 csapat indult. A győzelmet a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság párosa szerezte meg 50,83 másodperces idővel. Már hagyománynak számít a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnál, hogy minden év áprilisában lépcsőfutó versenyt szerveznek. Idén ez már a 17. alkalom volt. A résztvevők általában a megmérettetésen túl azért is jelentkeznek, hogy lemérjék saját fizikai állóképességüket, és kipróbálják magukat úgymond éles helyzetben is. A Szakolyi Önkormányzati Tűzoltóság csapata idén 52,45 század másodperc alatt futotta le a 9 emeletet. Kicsit nehezebb volt, mert a tavihoz képest nem acélpalacka, hanem kompozit palacka futottunk, csak kaptunk hozzá 2 darab céltömlőt, és ez nehezítette, mert kibillent az egyensúlyból. A versenyre azért jelentkeztünk, hogy megtapasztaljuk, hogy milyen állóképességünk van, és hogy szakmai tűzoltóságnak öregbítsük a hírnevét. Minden évben jelentkezünk a versenyre. Tavaly a 3. helyen végeztünk. A helyszínt idén is a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, Bánki Donát Műszaki Középiskolája és Kollégiuma biztosította. Az idei versenyre 11 hivatásos és önkormányzati csapat, 7 önkéntes egyesület, valamint 1 létesítményi tűzoltóság csapat jelentkezett. A hivatásos csapatok közül 1 szatmárnémetiből. A versenyzők 9 emelet magasra szaladtak fel, ez itt a Bánkiban összesen 193 lépcsőfok. Természetesen felszerelésben futották a távot, ez egy körülbelül 30 kg-os plusz súlyt jelent. Való életben is bizonyos felszereléseket föl kell juttatni az égő szintre vagy afölé. Idén egy picit erősítettünk is visszatérve a gyökerekhez, 2 darab céljelű tömlőt is visznek magukkal. Természetesen a védőruházat az adott, tehát védőcsizma, védőruházat, védő sisak, illetve kesztyű, valamint légzésvédelmi berendezés, amit élesben használni kell. A táv teljesítésére nincs minimum szintidő előírva, de Leskovics Zoltán hozzátette, ha az elmúlt évek átlagait nézzük, a tűzoltók 1 perc alatt feljutnak a 9. emeletre. A győzelmet végül a nyíregyházi hivatásos tűzoltó parancsnokság párosa szerezte meg 50,83 század másodperces idővel. A minimális célt elérve a 4. helyen zárta az alapszakaszt az NB1B piros csoportjában a Nyíregyháza Blue Sharks. A kék cápák 19 győzelem mellett 7-szer szenvedtek vereséget. A legjobb 4 közé jutásért a BKG Prima SLS Siska János csapatának ellenfele a 2 nyert meccsig tartó párharcban. A nyári szünetben 2 nem nyíregyházi nevelésű játékossal, Tóth Gergellyel és Bazsó Brunóval megerősített Nyíregyháza Blue Sharks úgy vágott neki az alapszakasznak, hogy minimális célként a legjobb 4 közé kerülést tűzte ki.
Az őszi szezonban az élmezőnybe tartozó csapatoktól vereséget szenvedtek a kétszápák, plusz becsúszott egy nem várt vereség a Budaörs otthonában. A szezon második felében már stabilabban játszott a nyíregyházi gárda, amit az idegenbeli sikerek is bizonyítottak, no meg az, hogy a BKG prima esélynek és a végül alapszakasz győztes Veszprémnek is sikerült visszavágni az őszi vereségért. A negyedik hely végül meglett, úgyhogy a harmadik oroszlány mindössze egy győzelemmel gyűjtött többet a nyíregyháziaknál. Úgy gondolom, hogy sokat fejlődtünk, és azt hiszem, hogy az mindenféleképpen jó irány, hogy a bajnokság vége felé, tehát a rájátszás közelettével lett egyre stabilabb a csapatjátéka, akár hazai pályán, akár idegenben. Ez mindenféleképpen bizakodásra ad okot, de természetesen ehhez azért be kell húzni azokat a mérkőzéseket, amik eldöntik, hogy a bajnokság végét alapvetően hol zárja a csapat. Az elmúlt nyáron több élvonalban szereplő kosaras igazolt az NB1B piros csoportjába, amelynek mezőnye a szakemberek szerint évről évre erősödik. Most már harmadik éve szerepelünk itt, és úgy gondolom, hogy évről évre erősebb. Ugye néhány évvel ezelőtt azt lehetett mondani, hogy talán a Bonyhád nyerte meg többször a B csoportot, és nem akart fölkerülni az A csoportba. Úgy gondolom, hogy ilyen nincs már, hiszen több csapat is szeretne. Én úgy azt hiszem, hogy négyen is elvállalnák az A csoportban való indulást, és hát ez a négy az első négy helyen szerepelt a bajnokságban. Bár a többieket nem akarom megsérteni, de azt hiszem, hogy ez a négy csapat bármikor oda is kerülhetne, és bízom benne, hogy ezt majd a rájátszásban bizonyítani is fogja mind a négy csapat, hogy oda való. Az alapszakaszban 11 pontot és 6 gólpaszt átlagoló Bús Iván szerint még jelentős tartalékok vannak a csapatban. Hogyha ezen elejéből indulunk ki, ott azért voltak elég gyenge teljesítményeink, és hogyha hasonlítom a szezon végéhez, akkor ég és föld. Bennünk van szerintem még sok lehetőség, mindenféleképpen elődöntőben szeretnénk tovább jutni, csak arra fókuszálunk most, aztán, hogy utána mit hozhat esetleg az elődöntőben a sors, azt még nem tudom. A BKG Prima S elleni párharc első felvonását március 12-én rendezik a Continental Arénában. A második mérkőzés egy héttel később lesz Szigetszentmiklóson. Ha szükséges, a harmadik találkozónak húsvét vasárnap Nyíregyháza lesz a helyszíne. A további párosítása következő Veszprém PVSK, MAFC Vasas Akadémia és Oroszlány Budapesti Honvéd. A bennmaradás szempontjából fontos mérkőzést játszik szombaton a kisvárdai futballcsapat. Dajka László jelenleg 11. helyen álló együttese, felcsúton a 9. helyezett Puskás Akadémia ellen lép pályára. Hajrájához közeleg a bajnokság az élvonalban, így most már minden szerzett pontnak fokozott jelentősége van. A Kisvárda a legutóbbi négy fordulóban mindössze egyel gyarapította pontjai számát, igaz a Molvidi FC, a Budapest Honvéd, az Újpest és a Ferencváros ellen lépett pályára Dajka László együttese. A Honvéd elleni döntetlen mellett 3-1 góros vereség volt a mérleg, ami akár biztató is lehet a jövőre nézve. Most következnek ugyanis a közvetlen riválisok, a következő hetekben a Puskás Akadémia, a Diósgyőr, az MTK Budapest és a Szombathely ellen lép pályára Kisvárda. Ezeken a meccseken kell begyűjteni a bennmaradáshoz szükséges pontokat. Egyik mérkőzésen sem futballoztunk rosszul. A négy nagy csapat ellen, tehát van honnan meríteni, úgy gondolom. Ami nagyon fontos, hogy játékosaink az egészségesek, most már csak a Pikkóval van probléma továbbra is, de az úgy néz ki, hogy az hosszabban fog tartani. Bízunk benne, hogy ezen a következő mérkőzésen, ahol azt mondom, hogy igenis pontokat kell szerezni, és természetesen hozzáteszem, hogy a hátrálévő ellenfeleink is úgy gondolkodnak velünk szemben. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy itt kell nekünk valamit mérkőzésre úgy előrántani, hogy ezzel a szóval éljek, amivel meg tudjuk lepni az ellenfelet. Egy stabil, fegyelmezett játékot, amit azért összességében és többségében nyújtottunk is. A bajnokság első két körében a Kisvárda veretlen maradt a Puskás Akadémia Diósgyőr MTK Budapest Szombathely 4-essel szemben. A betegségéből felépülő Vári Barnabás szerint a következő meccseken még magasabbra kell tenni a mércét. Meg kell ismételni, hogyha benne szeretnénk maradni. Most ennek tényleg azok a mérkőzések, amiben igazából nyernünk kell. Mutatjuk azt is, hogy nekünk igazán most kezdődik a bajnokság, és csak egy dolgot tudok elképzelni, az, hogy győztesen hagyjuk el a pályát. A 27. forduló további párosítása a következő, Ferencváros Paks, Újpest Mezőkövesd, Diósgyőr Szombathely, Debrecen MTK Budapest és Budapest Honvéd Molvidi FC. Egy lépéssel közelebb került a bajnoki döntőhöz a Fátum Nyíregyháza. Hollósi László együttese a Continental Arénában 3-2-re verte a Békés Csabát, így 2-1-re vezet a három nyert meccsig tartó párharcban.
A negyedik mérkőzést április 10-én rendezik Békés Csabán. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 827 millió forintból erősítik a megye identitását 2022-ig Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A fejlesztések alapját a helyi értékek adják, de fontos a közösségek aktivizálása és a megye további értékeinek feltárása is. Ennek érdekében együttműködnek a megye kulturális, turisztikai és közösségekkel foglalkozó intézményeivel, valamint szervezetekkel és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktárbizottsággal is. Hétfőn kezdi meg a termelést a nyírkátai raklap elemgyár. Az üzemben eleinte 24 elsősorban hátrányos helyzetű helyi embernek adnak munkát, év végére azonban számuk 100-ra is bővülhet. A működtető civil egyesület eddig több mint 50 millió forintot nyert el a munkahelyteremtő beruházásra. Ötödikként vehette át Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Máté Szalkai Szakképzési Centrum Kállai Rudolf szakközépiskolája a fogyasztói tudatosságra nevelő iskola címet. A pályázat az iskolák azon intézkedéseit értékelte, amelyek hozzájárultak a diákok fogyasztóvédelmi ismereteinek növeléséhez, a tudatos fogyasztói magatartás kialakításához. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták április 5-én pénteken. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este várjuk majd Önöket, hétvégén pedig heti hír összefoglalónkat, a Krónikát láthatják. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Péntek éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég, eső zápor egyaránt valószínű. A délkeleti szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 Celsius fok körül alakul. A hideg csepp fokozatosan elhagyja a térségünket, de szombaton napközben még több helyen lehet számítani esőre, záporra. Szombaton eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd felszakadozik, csökken a felhőzet. Eső zápor egyaránt várható. A déli szél helyenként megélénkül, majd mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 Celsius fok körül alakul. Vasárnap és hétfőn változóan felhős időre van kilátás, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal, elszórtan záporokkal. A folytatásban több légörvény is eléri hazánkat, ezért ismét több alkalommal várható kiadósabb eső, de átmeneti felszakadozásokra, rövidebb napos időszakokra akkor is számíthatunk. A következő napokban még kellemesen enyhe idő várható, többnyire 20 fok feletti csúcshőmérséklettel. Majd a jövő hét közepétől már pár fokkal visszaesik a hőmérséklet, de még így is enyhe marad az idő.